sister down. Talking about my generation. Just because we get around. Sziasztok! Megjött szeptember, érik a szőlő, hajlik a vesző, kezdődik az iskola, meg minden, már aki még jár. Na de ne felejtjük, mozifilmek is jönnek, szóval lehet filmeket leszünk Nagyvászon e hónapban is. Nézzük is, mik lesznek a premierek, mikre ülhetünk majd be szeptemberben. Szeptember 7. Stephen King a Sötét torony után ismét a mozik vásznára kerül, legalábbis az egyik regénye, ez pedig az Azt című horror dráma. Maga a könyv az egyik kedvencem az írótól, szóval bizakodok. A film akárcsak a regény két részletben érkezik, számomra ez is pozitívum, hogy minőségbe megugorja az általam vártat, hát nagyon örülnék neki, hogyha igen. Sofia Coppola kosztümös filmje csábítja majd a nézőket a termekbe. A Csábítás című alkotás az amerikai polgárháborúk idejére kalauzolja el a nagy érdeműt. Egy katona fogságba esik és bentlakásos lányintézetbe tartják őt fogva. A lányok csábításba kezdenek, akik először egymás ellen, majd a katona ellen fordulnak. Egy családi belga animáció lép le a moziba, ez nem más, mint az Óriás láb fia című alkotás. Nos, erre szoktam mondani, hogy gyerek és családbarát a cucc, talán már nem én vagyok a célközönség, nem engem céloz meg ez a dolog, úgyhogy annyit tudok mondani, hogy a fiatalabbaknak jó szórakozást hozzá. Támad a finn humor, már ha van olyan. A fagyos Finnországból érkezik egy krimi vígjáték, a remény másik oldala. Egy étterem tulajdonos, egy bevándorló, egy szakács, a kutya és a többi barátsága kapcsolata lesz a középpontban, oly vé. Majd most már tényleg megérkezik a Renegátok című film. Pár hónapja már beszéltem az alkotásról, de akkor még ugyebár eltorták a premiért, egészen idáig. Luc Besson tollából fakad az akciófilm, és J.K. Simmons láthatjuk majd a főbb szerepben. Katonák hajkurásszák a tófenekén lévő aranyat, akció, lövöldözés, minden lesz itt, kérem szépen. Holttestet találnak egy indián rezervátumba, így nyit a Wind River című thriller. A lányt megölték, így az FBI nyomozni kezd az ügyben, Jeremy Renner és Elizabeth Olsen járnak az ügy végére, egy olyan helyen kell nyomozniuk, mely elszigetelt az egész világtól és ahol nem sok esetet szoktak megoldani. Ráadásul mindezt a Hell or High Water írójának tollából. Szeptember 14. Az amerikai bérgyilkosban egy fiatal srác menyasszonyát annak szeme láttára ölik meg merénylők. Basszút is esküszik, így kapura jön, hogy Michael Keatonék felveszik őt a terrorista elhárító egység kiképzésére. Tekes lesz bizony. Kegyetlen gyilkológéppé is válik, és bizony hamar meg is kapja élete nagy feladatát, Közel-Kelet legveszélyesebb harcosaival találja szembe magát. Egy háborús klasszikus, a Halál 50 órája ismét a vásznakon. 1944-ben a II. Világháborúba csöppentünk, és megnézhetjük az egyik legnagyobb tankcsatát, amit eddig vászonra teremtettek. Ráadásul ehhez nagy nevek is társulnak, Henry Fonda, Charles Bronson, Terry Savalas és Robert Shaw. Macskás dokufilm jön, Kedi Isztambul macskái címmel. A török városban sok-sok ezer macska él az utcákon gazdátlan. A meditatív hangulatú film 7 nagyon eltérő személyiségű macska szemén átmutatja be a színes város mindennapjait. James Cameron klasszikusa a Terminátor 2 digitálisan felújított változatban 3D-ben rempel vissza az időből, tényleg a múltból, hogy újra megcsodálhassuk tökéletes pompájában. A Terminátor 2-t azt hiszem nem kell bemutatnom senkinek, aki szeretné újrázni, az most tökéletes körülmények között megteheti azt. Hasta la vista, baby! Az Újra Otthon című filmen Reese Witherspoon és lánya szöknek el, hogy Los Angelesbe új életet kezdhessenek. Minden szuperül is alakul, életük a legjobb mederbe folyik, amikor is a férj, az apa, Martin Sheen feltűnik és belerondít az idillbe. Romantikus vígjáték kedvelőknek, hajrá! A Nyílt Vizen című filmben három fiatal megy uralá, hogy a vizek legnagyobb ragadozóit minél közelebbről szemügyre vegyék. Nagy kalandnak indul az egész tucám, hajójuk a viharba felborul, ők pedig a nyílt vizen maradnak a cápák közt. Szeptember 21. Folytatást kap a Kingsman című kém őrület is. Az első rész engem abszolút meglepett és nagyon-nagyon kedveltem, megvett kilóra. Lendületes, szórakoztató, látványos és üde volt, még ha néha kicsit csuttyó is, még szerintem az is jó értelemben mondható, hogy csuttyó. Most a második epizódban az angol ügynökök mellé bejönnek az amerikaiak is, szerintem van még bőven Crafted, Colin Firth is visszatér, nagyon város. Egy icipici költségvetésű kamara horror dráma kerül itthon bemutatásra, ez is cápa tematika.
Amerikában a pár millióból összerakott film nagyon-nagyon sokszorosát visszatermelte, cápa ketrez hullalám éve két fiatal szép csajjal, természetesen cápákkal körítve, így értük izgulhatunk majd másfél órás játékidőben. A film címe 47 méter mélyen. A kairói esetben pedig az egyiptomi forradalom előtti időkre utazhatunk vissza. A korrupt egyiptomi rendőrség egy meggyilkolt bárénekes nőgyében nyomoz, kezdben egyszerű esetnek látszik a dolog, ám idővel kiderül, hogy a szálak feljebb vezetnek, egészen az egyiptomi felső tízezrekhez. Az egyik nyomozónak hát az egész rendszerrel kell szembeszállnia. Jó. A LEGO univerzum is bővül, egyre csak bővül már, ami a mozifilmeket illeti. Most a Ninjago sztorit kapjuk majd meg, a Batman és a LEGO kaland egy eszeveszett trip volt, humoros és már-már túllendületes. Hogy a soron következő alkotásnak sikerül ezt a színvonalat tartani, esetleg megugrani, nem tudom, de reménykedek. Magyar dokumentumfilm a Spartatronról, illetve öt emberről, akik maguk is teljesítették azt. Az ultra fizikai teljesítőképesség határairól, a lélek mélységeiről szól. A készítők nagyon látványos, technikailag nagyon modern filmet ígérnek. A rendező maga is a futók között volt, így alkotása nagyon személyes hangvételben meséli a küzdelmes sportot. Judi Dench ismét kosztümös filmben, megint királyné. A Victoria királyné és Abdul című angol dráma egy fiatal indiai tisztviselő és a királyné közti barátságról szól. A rendezői székben pedig Stephen Frears ül, akinek a királyné vagy a Popcsolyok stb. Című filmalkotásokat is köszönhetjük. Igazi angol film ez, kérem szépen. Szeptember 28. Simon West rendező dirigált el a Stratton című filmet, melyben elit kommandósok Iránba akarnak megakadályozni egy biofegyveres támadást, ám ahogy az lenni szokott, az akció nem sül el túl jól, és elindulnak a kalandok, izgalom, mi egymás, vagyis hogy izgalmas lesz, hát az majd kiderül. A Salamon király kalandjai pedig ismételten egy családi animációs film, melynek ismételten talán kevésbé én vagyok a célközönsége. Ami talán érdekes, hogy az alkotás félig meddig magyar produkció, sok-sok hazánk fia dolgozott benne, talán ezért érdemes lehet megnézni. A New York-i afférok egy gazdag családból származó srác különös esetéről szól. A fiú épp, hogy kirepenne a fészekből, ám szüleiről kiderül, hogy az idilli házasság mégsem olyan idillikus. Apja csalja anyját egy fiatal lányjal, a srác nyomozni kezdhet, majd közben véletlenül összejön a szeretővel, ami furcsa események kezdete lesz. Mark Webb filmjében Pierce Brosnan, Kate Beckinsale és Jeff Bridges. Majd a hónap végére az 1990-es Joel Schumacher egyenesen átja a Kapi remake-et. A trélerek lényegében pofásak, hogy kell-e nekünk ez az alkotás, azt nem tudom, majd meglátjuk. Most is, mint az eredetiben, fiatal orvostanhallgatók játszadoznak a halállal, és sanszosan ennek most sem lesz jó vége. Az eredeti film illusztris szereplőgárdájának megfelelőt most azért nem sikerült összetapsolni, de hát ha ez nem befolyásolja a minőséget. Most ezen filmek lesznek szeptemberben mozikba, ha iskola mellett van időtök mozizni, akkor valamire pattanjatok be, ha nem jártok, akkor pláne. Írjátok ide kommentbe, hogy mik érdekelnek titeket, miket néztek majd meg. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok! Talking about my generation.